Kerítést festenek a Győr Újbaráti Általános Iskolánál. A munkát most nem szakemberek végzik, hanem a győri börtön fogvatartottjai. A kezdeményezés annak a programnak a része, amelyet 5 éve indított a Győri Büntetésvégrehajtási Intézet, Megbántam, jóvá tenném címmel, célja pedig a társadalmi jóvátétel volt. Több iskolánál, óvodánál, anya és csecsemő otthonnál segítettünk már. Volt, hogy temetőt hoztunk rendbe, illetve állatkertben végeztünk parkgondozói tevékenységet már ennek a programnak a keretében. Az akcióra a fogvatartottak önként jelentkezhetnek. Farkas Péter azt szeretné bizonyítani, hogy ők is próbálnak hasznos tagjai lenni a társadalomnak. Magam és a társaim nevében is végemben ezzel tudok bizonyítani, abban, hogy akik bent vannak a börtönben, azok is tudnak hasznosak lenni a társadalomnak, segíteni. Nekem is vannak gyerekeim, és tudom, hogy ebbe a társadalmi helyzetbe ugye kevés a munkás, kevés a pénz, és ezzel is tudunk egy kis pluszt adni az embereknek, és bizonyítani azt, hogy közéjük valók vagyunk mi is. A győri börtön lakói 2 éve már segítettek Győr Újbaráton, akkor az óvoda kerítését festették le, most az iskoláét 50 méter hosszban. Ez egy nagyszerű kezdeményezés. Nekik lehetőség, hogy a szabad levegőn legyenek, hogy érezzék, hogy fontos a munkájuk, nekünk pedig anyagiakban nem kevést, keveset jelent egy ilyen hosszú kerítés lefestése, karbatartása, akár ahogy 2 éve az óvodában volt, és most itt az iskolában is. Úgy tudjuk, a jóvátételi programra nagy igény van. Most már nem a Büntetésvégrehajtási Intézet keresi meg az intézményeket, hanem azok jelzik feléjük, ha segítségre van szükségük.